képzelni egy olyan technológiát, ami úgymond ötvözve van a könnyű szerkezetes házak és a téglaházak között. Tehát egy téglaházat kapunk egy könnyű szerkezetes idő alatt. Úgy néz ki, hogy a kézházakat nem itt a helyszínen építik, hanem egy erre specializálódott gyárban. 3x10 méter széles paneleket gyártanak, és kamion ide a helyszínre idehozza, és egy daru segítségével pedig összerakják. A rendszer névadója pedig a liapor, ez egy égetett agyag kavics, ugyanúgy 1200 fokon égetik, mint a téglát, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy tégla épület. Régen azért féltek az emberek attól, ami nem tégla, az minden más, és az nem jó. Most azért már közel másfél év alatt 100 házat építettünk, tehát a köztudatban most már ezek a Homes for You házak, a liapor házak most már teret nyertek, és egyre többen keresnek minket. Fontos volt, hogy minél több négyzetmétert tudjunk hasznosítani. Ugye itt adott a beépítési százalék, és ugye a bruttó négyzetméternél, hogy a téglából építettem volna, akkor ugye azok sokkal vastagabb falak miatt kevesebb lenne a belső terület. Így viszont körülbelül 15 négyzetmétert nyertem, de kívülről ugyanakkor a ház, tehát bruttó négyzetméterre, úgyhogy ez fontos szempont volt. Meg hát a gyorsaság, hogy egy nap alatt állnak a falak, szóval nem hónapokig kell nézegetni ezt. Sít is kevesebb, tehát környezetkímélőbb. Ez sok ilyen kisebb szempont miatt. Sok-sok budapesti év után, amikor ugye én belső felújításokat végeztem, és úgy gondoltuk, hogy ha vidéken élünk, akkor kertes családi házban fogunk élni. Igazából rengeteg árajánlatot, rengeteg céggel beszéltem, nagyon sok jó árajánlatot kaptam, de ami végül kiderült, hogy amikor kérdeztem, hogy tervezőtök van, tehát a Homes for You-nál, akkor igen, van. Kivitelező alapra, igen. Statikus, igen, jövő héten hív. Gyártmánytervet mikor készítitek el? 4 hét múlva itt a falat, ha szeretnéd. Hitelt tudtok biztosítani? Igen. És már másnap hívott a hiteles. Tehát én nem tudok még egy ilyen céget most Magyarországon, akinek olyan apparátusa van és olyan háttérmunkája, hogy szinte én nem én telefonálgatok szakág után, hanem ők hívnak engem. Igazából, amikor megvan a vázlatterv, akkor átkerülnek szakágakra a tervezési idők, amikbe ugye én nem tudok beleszólni, de azt mondom, hogy 2-3 hónap alatt ez itt megvan. Tehát nem 2-3 hónap múlva kapok időpontot egy tervezőtől, hanem 2-3 hónap alatt egy teljes ház letervezése, szakágakkal, gépészettel minden megvan. Tervek szerint mikorra tudtok majd beköltözni? Én nagyon szeretnék december végén. Ezt azért mondom, hogy nem tőlem függ, mert ugye minden be van írva 2 hetes etapokra. Tehát be van írva a tető, szerkezet, a nyílászáró, de a külső kulcsra készet el kell érni ahhoz, hogy a belsőt elkezdhessük, mint munkafolyamatot. Ha például esik az eső, nem fog jönni az ács. Tehát, hogyha nem 3 hónap lesz, akkor 4 hónap lesz. Készítsük egy kis túrát. Egy rövid kis túrát. Most itt pontosan hol állunk? Ez az előszoba rész, ez lesz a bejáratunk. Itt mindennek megvan a maga időpontja, de ez ebben tényleg segít, hogy ezt a tükörsima falazatot legyártottuk előre. És ebben ugye benne vannak, gyertek, mint tapom is, majd ez lesz a nappali rész. Hát minden egyes kapcsoló, konnektort, mi kitaláltunk ugye saját egyedi igény szerint, hogy mit hova szeretnénk. Ami még fontos, hogy annyira szép a fal, annyira tetszik nekünk, hogy ezt nem kell vakolni.
Tehát ezt a típusú házat, ezzel is nyerünk egy időt, nagyon-nagyon sok időt, körülbelül ez is 2-3 hetet, hogy itt semmit nem kell bakolni. Utólag, hogyha valamit esetleg kihagytunk volna, dugaj, ajzat, konnektor, vagy vízkiállás, azért ez a liapor falazat megmunkálható. Ha egy téglaépítésű ingatlant építünk, annak sokkal, hát egy ilyen típusú háznál egy olyan 20 négyzetméterrel is kevesebb a hasznos nettó területe. A gépészeti résznek még az a fantasztikus, ugyanilyen új technológiával bíró része, hogy a fűtésrendszerünk, ez a levegő-levegő szivattyú vagy hőszivattyúval rendelkező gépészet, ez a mennyezetben fog futni. Tehát nem kell a falakba csövezni, nem kell utólag vésni, fúrni, hanem kitaláljuk az egész rendszert egy 138 négyzetméter nettó alapterületű ingatlanhoz, ez le van tervezve, és onnantól a mennyezetben fognak futni a csövek. Ez egy liapor garázs. Én nagyon boldog vagyok, hogy megrendeltem, megmondom őszintén, mert hát ugyanúgy ez is a házzal együtt érkezett. Tehát nincs vele gondom, az alapot el kellett készíteni, és itt van. És erre is ugye már csak a tető 2 héten belül érkezik. Kell egy Hörmann garázskapu, és kész is vagyunk szinte. Ez körülbelül olyan 450 ezer forint négyzetmétere, bruttó négyzetmétere, amiért kulcsra, készre, átadásra kerül 4-5-6 hónap alatt.